Péter, jó reggel! Már odakünn a nap felkel, szól a kakasunk, az a nagy tarajú, gyere ki a rétre, kukuriku! Pálkata Péter, jó reggel! Már odakünn a nap felkel, szól a kakasunk, az a nagy tarajú, gyere ki a rétre, az a nagy tarajú, gyere ki a rétre, kukuriku! A pécsi Apáczai Egyes Számú Általános Iskola 2019-ben lett 40 éves. Ez alkalomból nyílt két tárlat, melynek megnyitóján az intézmény tanulói adtak ünnepi műsort. Fotó és rajzkiállítás is színesíti az épület folyosóit. A sokféle kézzel készített kép az alsó tagozatosok munkája. Az alsó tagozatosoknak volt meghirdetve a pályázat, annak az apropónak, abból az apropóból, hogy 40 éves most az iskolán, tehát azt kell elképzelniük, hogy 40 év múlva hogy fog kinézni az iskola. Alsó tagozatosok szednek 155 pályamunkája érkezett be, és borzasztó nehezen választottunk. Mindegyik pályamunka csodálatos jövőképet mutat, ami számunkra is meglepő és tanulságos, mert ugye mi felnőtteknek a jövőképünk már messze nem olyan pozitív és napsugaras, mint ezeknek a kicsi gyerekeknek. A zsűrizés, a vizuális teamnek a tagjai vettek részt benne az iskolában, és nyilvánvaló, hogy először is a rajzi megjelenést és értékeltük, és ugyanilyen súlyozott volt a fantázia, hogy ugye ne ugyanazt az iskolát ábrázolják, ami most van, mert nyilvánvaló 40 év múlva nem ugyanígy fog kinézni se az oktatás, se maga az épület, hanem hogy hogyan képzelik el, és milyen ötletek alapján készítették a rajzokat. Valószínű, hogy itt az aulában akár a jövő tanévig is kimarad, de ezt a folyosót valószínűleg festeni fogják a nyáron, úgyhogy nem vagyunk benne biztosak, de szerintem ezek a képek kikerülnek, és a rajzok esetleg az alsós folyosón még ebben a tanévben végig láthatóak lesznek. Az alkotókat évfolyamonként jutalmazták első, második és harmadik helyezéssel. A rajzok mellett fényképekből is nyílt kiállítás, melynek témája 1979-2019 40 év képekben. Régi képek kollégáktól származnak, tehát úgy dobtuk össze gyakorlatilag ezt az anyagot, és hát sajnos kevesebb olyan képünk van a múltról, mint ami ugye 2000-es évek után készült, tehát egy kicsit arányaiban a múlt kevésbé mutatkozik meg ezen a kiállításon, és ahogyan haladunk az időbe, egyre több kép készült, és hát ez azért egy kicsit a jelen irányában tolja az egész kiállítást, de természetesen régi képek is láthatóak. Tulajdonképpen itt nagyon átalakultak a dolgok, tehát itt mellettünk a rajzteremben volt egy tévéstúdió, ami évekig működött, aztán megszűnt, és sok olyan képünk van, ahol már egészen más körülmények találhatók manapság, mint akkoriban. Úgy terveztük, hogy ez egy állandó kiállítás, tehát gyakorlatilag folyamatosan meg lehet nézni, nem fogjuk átrendezni egy darabig. A kiállítások anyagának formába rendezői Várnagy Gabriella tanárnő, valamint Kovács Gábor tanár úr, a vizuális tím tagjai.